Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és újra elkezdjük a médiumot. Igazából nekem a két videó között csak egy ebéd szünetem volt. A múlt heti pénteki nektek. Erőt. És most kis kutyát simodom, ami letüsszent. Na, igazából szerintem nem sok ideig fog itt az ölemben lenni. Ismerve őt, ugye? Aztán mindig zaklat valaki, miközben videóznék, de semmi gond, ezért kell lenémítani a telefont, amit elfelejtettem. Természetesen, mert miért is némítottam volna le? Na, úgyhogy kezdjük is el, és akkor számítsunk rá, hogy útközben Csibi az le fog ugrani az ölemből. Ugyanis nem igazán élvezi a... Most horkol még. Nem igazán élvezi azt, hogy videózok, és nagyon szokott félni. Ugyanis általában, amikor videózok, elég hangos vagyok, és ugye nagyon fél a billentyűzet és az egértől. Igazából a hangjától, és tudja, hogy ha én játszom, akkor általában ez a LOL-nak nagyon rossz szokása volt, hogy rage-elek, úgyhogy fel van készülve a rage-re. És ez nem túl büszkeség, de igen. Hol van a médium? Elindítjuk ezt a csodás játékot. Már kattintottam az egérre, már felvette a fejét, hogy úristen, úristen, most mi lesz? Mi lesz most, úristen? Te kutya kamera. Nyugodtan aludjál, feküdjél, betakarlak. Na. Közben csak, hogy ide kattintok, hogy lássuk a dolgokat. Hát a félfüle. Melyik? Látszik a füle. Continue. Nézve a fénybe, hogy néz ki, mert természetes fénybe teljesen máshogy néz ki a hajam színe, úgyhogy fölül sötét lila, és úgy megy át világos lilába, és aztán kékbe, de ugye itt máshogy néz ki, hát van ez így. No, ha néha a kutya behorkol, az előfordul, de tuti, hogy itt menekülni fog. Na, szóval ott tartottunk, hogy az előző részben, hogy a kis csajhoz kéne feljutni a második emeletre. Gondolom a lift az nem jó. Jó, hey, félj! Semmi baj. An elevator. Might as well see if it works. Félj! Na, kezdődik. Alig nyúltam hozzá a gombokhoz. Nyugi. Sadness. I wished I knew her real name. Nyugi. Semmi baj. Ó, de jó neked. Shit. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath. Már megint hívnak telefonon. Na, megvolt a telefonbeszélgetés. Ugye még itt van? Még. De mindjárt le fog menni. Amint a billentyűzethez érek. Oh. Um.
mondjad! Alig érek a billentyűzethez, meg az egérhez! Ne nézz rám így! Hát nem vagyok szörnyeteg! Ne! Engedj játszani, na! Na! Áú! Áh! Beleléptél a... Jó van, de... Így mondd meg, hogy játszak? Micsoda? There, a fuse box. Need jó, some energy to spark it up. Na, viszlát Isten hírével. Gotta move fast. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Most mi van? Mindjárt elpárolog! Úristen! Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Ha... Nem is tudtam, hogy tud ilyet, hogy ilyen messzire megy, elmegy. Nem tud vele ilyen csinálni valamit? Nem. Ja? Aha. Szóval minél távolabb megy a testétől, ilyen a szelleméne, úgymond, a túlvilágon, akkor elpárolog. Nagyon, ez nagyon kemény. Hogy van ez? Ez király. Oké, csak rájöttem. Első emeleten vagyok, csodálatos. De miért nem megy? Most... Nem értem. Át kéne lépni a virtuál testembe, vagy? Az energia. Gyerünk. Ja. Jó, és akkor... Richard Tarkovsky. És akkor... Nem. De miért nem tud fölmenni? Attól még, hogy izé a másik testet... Nem értem. Ajjaj, lesznek itt bajok Houston. Már így vakarózok az ideg állapottól. Jó van. Ezzel kell csinálni valamit, de...
energiával. Egyből idejének megint megjelenik az az izé. Mit kéne csinálni? Itt ugye hiába megyek föl. Nincs tovább. Kifújt az energia. Akkor szerzünk. Csak energiát kellett találni, és akkor visszamegyek a zére. Lehet, hogy csak energiáját kellett kiszállni. Okos vagyok már megint. Now where did she go? Okay. Jaj, de még ijedtem. Ha. What is that? Okay. Not getting through here. Kell hozzá valami kulcs. I didn't even know I could do that. Okay. Oh,
Okay. De milyen kemény Mike, a spirituális testem izadó, ennyi volt. Azt a... Remélek a végébe. Fúj! Hát az meg... Ah, gross. It looks like flesh. Friss. Vagy nem fresh, vagy flash, mit mond, mit, elmavastam, fresh. Másik ajtó. Jézus Mária. Dögök. És mind a két alatt nézni kell, ez hihetetlen. Itt van valami. Looks like the only way. Great. Nagyszerű. This room, it feels cold. Memories of grief, loneliness. Oh. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Okay, akkor valami hiányzik belőle. Oh. Is that skin? A szívem! Te állat! This thing isn't a razor, it's guilt. Shame. Jeez. Regret. Something sharp.
Yeah. That was disturbingly satisfying. Uh-huh. Okay. Lesokkolódtam amúgy. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Okay. Jó van. Jól lát ki. Mondom, letéptem az agyamat. Még ijedtem. Ah, jól az adag. This could be useful. Dick! The light of a memory strong enough to defy this place. Miért ilyen ha? You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. The care in her voice. Clearly, he was more to her than just another patient. Okay. Még mindig nem jó. Ah, belekevetlen virágot! There. Now it's strong enough. Jó, hogy aha, ez meg a másik világ. Jó van. An old prescription. I know these drugs all too well. Ursula. Legyen egy éves, 53 kiló. Depresszió, insomnia, lehet aludni, és ez a mantat is, az nem tudom, mit jelent. Elektrosok. Jíí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 
Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Ja, Mr. Tarkovsky adott a ápolónőjének egy bigyót. Aha. És azt láthattuk, ugye, Tarkovsky volt. Ez a hang. A
csak ez ad hangot. Na mindegy, és azt őt láthattuk szerintem tolószékben is. Na mindegy. Na. Az irányítás mi mindig nem lett a kedvencem. Hagyjanád! Mi ez? Okay. This thing looks strong. Elfogyott az energia. Jó van, nyugodj meg, most már elmentek. Na. Manager, huh? Sadness, we gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. All right. Listen, hun. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Oh, a kis csaj fosik valamitől. Jó van. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear.
Longing? Oh. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Still works. No. Someone's been using it. Too small to fit a door. Okay. Someone jotted this down recently. So, hajnali 3 óra. Ne kapcsolt ki a alarma riasztó csörgést, vagy órát. Na. Meditáció. Double check the forest path út. Aha, double. Dupla checkolni az erdő utat. Az erdély utat. Azt mondja, megtakarítani a hotelt az régi papíroktól. Oké. Okay. Oh. Oh. My senses jolted as I touched the phone. Eltűnt a másik recently. Világ. To call me. Ó, nem. Ja, így megvan. This is signature. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Az egy jó kérdés, hogy ki az. De azt már láttam. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Zárva. Faszo. Akkor itt valamit nem vettem észre. De mit? Nézzük a másik világot. Semmi. Szóval is be van zárva. Ó. Másik világban is összegyűjtjük ezeket a cuccokat. Már ahol lehet. Áj. Az óra. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. There we go. That's as far as it goes. There. An imprint. Is that Thomas? There. Looks like a passage.
spirit well. I could absorb some of that energy. Okay. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Okay. És akkor most talán ki tudunk menni? Nem. Akkor még nem lett kész. Looks like I'm in for another dive. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Emberünk ezt bekattam. Wait. I can feel something's wrong. It's coming. Közelít. Ne közelítsen már senki! Plösh. No. Don't do it. I can't. We must. Jól van. Ez az eredeti. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Let's see if it worked. Yes, it can be on you, huh? Okay. Nem lehet kimenni. Ott nem. Jó, akkor most már az ajtó ki tud nyílni, minden valószínűséggel.
most már. What? Why? Why you do this? Marks, broken glass, and is that salt? Fura dolgok vannak itt, kérem. Na. Gondolkozok egy kicsit. Azt mondja, hogy önidőpontra szerintem kell állítani az órát. Fura. Pedig ezt megcsináltuk. Nem, de valamit... Valamit tuti. Megint fogyatékos vagyok, és nem figyeltem. Vajon mit kell? De ezért voltunk bent, és ezért is így beszéltünk. Rész, amikor
Itt eltűnt. Itt bementem, és megint becsukódott. És itt beszéltünk vele, és itt becsukódott. Akkor jó. Beszéltünk. Kinyitódott, bementünk. Beszéltünk. És itt is beszéltünk vele. Érdekes, azt meg kell vallani. Tudod, hogy olyasod, amit nem vettem észre. Oké. Okay. Jesus, aztán már itt gombokat nyomogatok. Valamit ott a sarokba... Beindítottunk itt. Testen kívüli élménye. Már mindent felszámolt. Ez a valami, itt valamit beindított, és így tovább ment az a csík. Itt fönt. Akkor itt lesz valahol. Hát az meg mi? Ez. Ezt soha nem találtam valamit, baszki. Let's get the rest of me in there. Majdnem azt, hogy soha megtaláltam, de azt a jó még negyed óját, azt nem láthatok, mert ezt kivágtam. Most ki fogom vágni, de ezt már ugyanettek, hogy az már ki van vágva. Ott már szétanyáztam mindent. Jaj! I'll never get used to this. Jesus! Shit! Sadness? This isn't funny. Sadness? Rácsukódott. Csodálatos. Keep it together, Marianne. Let's see what's in here. Nope. Doesn't work. Hope he's not using it as a textbook. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain. Hát ez csodás. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Világíts rá 5 másodpercig és... Catch 3 másodpercig. Okay, I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo.
Looks like there's a train missing. Én kezdődik. 1, 2, 3, 4, 5. Ott van. That's one. Two more to go. Még kettőt. Okay. That's all of them. Shit, I messed it up. Need to dip it in the right order. Shit, I messed it up. Need to dip it in the right order. Nem jó, akkor... De ott van az, hogy oda... Aztán ez a... Multigrill... Ez az utolsó fixer lesz, de... Kell még egy tál, szerintem. Basszus. This should come in handy. Oh, I tudtam. Jó van. Tehát ha nem stimmol. Na, azt mondja, hogy ebbe, aztán ez a developer, aztán stabbat, aztán fixer. Jó. Kezdjük újra. Egy, kettő, három, négy, öt. Aztán egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Aztán egy, kettő, három. What? This is a choy. Was as me. Was as. Who's there? What the fuck is this?
a csaj? És valaki követi őt. Az micsoda? Ő lát, mint egy férfi. Nem her. Hello? Kérlek, ne nézzél. Are you alright? Ne, azt mondja, ne nézzél. Ne. Look at me! Atya Jézus úristen, mi az Isten ez? De én, mivel nem tudok így fix kamerába, én ezért megfordultam. Mert ilyen nagy ügyes gyerek vagyok. És melyek kell futni? Melyiket kell nyomni? Melyik gomba futás, csak azt, hogy most melyiket nyomjam. Wait! Don't go! Oh God! Don't leave me here! Alone! Naked! De nem tudok futni, Isten áldja meg ezt a kamerát! Ezzel szenvedni fogunk egy darabig. Az Isten rohasz. Bocsánat. Aki ezt kitalálta, ezt a kameranézetet, remélem meg... Így. Ha én ezen átjutok, csak szólok. Wait, don't go! Oh God! It all ends in me! Ha ezen átjutok ezen a nézeten, ezen a kamera nézeten, én nem tudom, aki ezt kitalálta, az elmehet a bűdös picsába. Miért kell ilyen kamera nézetet kitalálni? Don't go! Oh God! Don't leave me here! Alone! Naked! De nem tudok így futni, nem tudok kanyarodni, nem megy. Nem megy. Ki az már megint? Nagyszerű, ma aktív, szép munka. Hát köszönöm szépen, óra. A szívemet nem átadod, hogy mekkora? A szívem infarktusabb, az meg is. És melyik gombot nyomja ahhoz, hogy bekanyarodjon? Ez a mocskos szerencsétlen állat? Wait, don't go! Oh God! Mert ha megnyom a másik gombot, a bal vagy a jobbat, én nem tudom, inverzen kell nyomni, vagy én nem értem. Nézd meg, nem megy! Mit törjek széjjel? Adjatok valamit! Adjál valamit a kezembe! Adj valamit még! Itt a gombom. Nem szól? Ezt fogod nyomogatni. Fú, de ez nagyon idegesítő, gyerekek. Én ha ez... Még...
Meg fogom próbálni, de nem bírok bekanyarodni. Alaki adjon egy kontrollert. Most hozzam ki azt a nyomorék, azt a szerencsétlen buzi kontrollert. Most kimondom, meg ideg állapotban vagyok. Nem hiszem el. Komolyan mondom, ki találta ezt ki? Don't go! Oh God! Don't leave me here. Alone. Naked. It all ends in me. Kilépek. Wait, don't go. Oh God. Don't leave me here. Gyűlölöm ezt a nézetet, érted? De már bekanyarodtam az Istenet! Há, hogy fussak jobban? Meséld el, hogy fussak jobban? Ez egy szarjáték. Ez egy fos! Úgyhogy itt ebben befejeztem jelenleg ezt a részt. Aztán, ha kapok elég nem bátorságot, mert már az már megvan, kinyírnám ezt a szart. Úgy elém kerülne, aztán akkor adnék neki. Az biztos. Főleg, hogyha a nehéz napokon talán el, ami már azért elég közel állunk. És kerítek egy kontrollert. Igazából kihozok egyet a szobából, de mindegy. Nem hiszem el ezt a kamera nézetet. Komolyan mondom, ez egyszerűen gusztustalan és undorító. Az első részben is mondtam, amikor először játszottam. Aztán, amikor már elkezdtem ezzel a szarra játszani, akkor is mondtam, hogy ez a kameranézet egy ótvar szar. A játék gyönyörű, a sztori a kurva jó, egyszerűen a kinézet minden, meg ötletes. Egyszerűen a király, hogy ketté válik egy konkrétan az egész világ, meg mit tudom én, de mi ez a kameranézet? Komolyan mondom, ez egyszerűen egy ótvar fos. Biztos azt mondták, hogy hú, csinálj majd a játékot, oké, és mi legyen, legyen egy choice, ilyen médium, meg mit tudom én, és akkor járkáljon a világok között, a purgatórium és azért a valós világ között. Át tudjon néha mennézni a szellemformát, stb. És üldözön a nagy szar, de ott, de tudjátok mit, azon a legjobb, hogy a fix kamera, azért, igen, fix kamera, és akkor azért az emberek, meg ott küldök szívinfarktust, meg stroke-ot, meg agyvérzést, hogy mert van egy fos kamera nézetünk, mert nektek nem kell, izé, hiába van, Unreal Engine motorral ezen az a játék alatt. Tök mindegy, nem meg lehetett volna csinálni 3D-s mozgást. Nem, neked... Olyan, mint hogyha Super Mario-oznék, bazd meg. Komolyan mondom. Annyi, hogy szebb a grafika. Ezt most viccen kívül mondom. És nem azért, engem most ez... durván felnyomta az agyamat. Most komolyan mondom, van egy... test, mint hogy te látsz engem, érted? Azt... látod, hogy én ebbe a kis pici térbe mozgok, az meg van oldva. De az, hogy ilyen sík nézet van, aztán örüljél neki, hogy azt konkrétan így jobbra, meg balra. De egy fix pontba látsz, érted? Az olyan, hogyha csak így, te állandó csak ebbe a pont, nézőpontba látnál. Néha följebb, néha lejjebb, néha az agyamon keresztül, de aztán csókolom. Érted? Nincsen más lehetőséged, azt örüljél. Ha nem tetszik, akkor lehet játszani mást, valóban. De... Kenyó? Miért? Hát ez nagyon szar! Lehet azért, mert mondom ezt, mert nem vagyok hozzászokva. De én ettől egyszerűen a gyomrom felfordul, komolyan mondom. Nem is... Van a Genshinbe.
egy olyan rész, ahol elmész egy olyan boss tölni a Storm Terrorba. Fogod, azt meg kell lenni a sárkány. Ott is, öcsém, van, elég kurnak egy Super Mario nézetet, mehetsz jobbra, balra, meg izé föl alá, de nem az, hogy meg fogsz túl tudni az egérrel forgolód, meg mit a... Nem, azt felejtsd el. Felejtsd el, azt van WASD-d, meg van maximum joystickod, azt csókolom, örüljél neki. Az is egy ótvar. Aki azt kitalálta, az is hülye volt. Komolyan esküszöm, de aki ezt is kitalálta, az is hülye volt. Igen. Én ezt nem is értem a videójátékoknál. Én már játszottam annyi videójátékkal, mint Égen a csillag. És még fogok is annyi videójátékkal játszani, mint Égen a csillag. Lehet, hogy valaki ezt élvezi és ezt szereti. Oké, azt tiszteletbe tartom, de az, hogy én ezt megszeressem, az biztos, hogy letépném inkább mind a 10 körmemet. Úgy, hogy meg van építve. Így letépném, baszki, de én ezzel így többet így nem akarok ilyen játékkal játszani, komolyan mondom. Én ezt végigviszem, de aztán el fogom mondani, hogy oké, okay, fú, nagyon fantasztikus volt a sztori, ó, a látványvilág, ohoho, vert mindent, de azt is el fogom mondani, hogy ez a kamera nézet, ez az irányítás egyszer olyan fos, hogy aki ezt kitalálta, azt keresztre kéne feszíteni. Ennyi volt a dialógusom. Na. Most, hogy kiadtam magamból 4 percen keresztül, jobban érzem magam, és nem fogom több, nem fogom, nem azt többet, de most már ebben a videóban nem fogom még egyszer megcsinálni ezt a szart. Nem. Ne. Ma már nem. Úgyhogy most fogok fölkelek, beveszek egy nyugtatót, is. Iszok egy kávét szerintem. Még csak délután 4:30 van. És ideges lettem, ezért elmegyek vásárolni. Ennyi. Ez borzalmas. Én nem tudok mit szólni. Én, aki szereti, azt oké, hozzászokott. Neki ez nem probléma. De nekem, aki nem először játszok ilyen típusú játékkal, de akkor is úgy gyűlöltem, és most is fogom. Ez nem. Nem. Egyszerűen. Nem. Az agyam nem. Nem. Szegény, eldobtam a GG gombomat. Baszki, azt lehet, már nem is működik. GG? Hát én nem tudom, hol van, úgyhogy... Meg a tollamat. És eldobtam. Na, ezt akkor most mi lesz? De majd nem láttok, hogy fogom, azt feljegyek, azt felveszem. Hú, de rég rage-eltem már ilyen. Engem még nem. Még a Dark Occult sem tudott ennyire felhúzni. Az viszont szopatós és olyan szinten rémes játék. Úgy értem, hogy fosatós játék. Te érted? De nem. Ez egyszerűen nem hiszem el. Nem. Úgyhogy elmegyek fazmafóbiázni. Csak mondom. Nem. Simszezni fogok. Az lenyugtat. Lolozni nem. Úgyhogy ennyi. Jó van. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy ez a kis kiakadás ez nem rémisztette senkit, aki először van ezen a csatornán, és nézte végig a videót. És a mostani tagokat sem rémisztette meg. Igen, tudok ilyen lenni, mikor ilyen állapotban vagyok. Mikor egyszerűen végigmondom 2 órán keresztül az első rész is ez. Hogy egyszerűen ez a kamerázat, ez borzalmas, és tudtam egyszerűen olyan részhez fogok érni, ami katasztrófát fog okozni az agyamban, mint egy atombomba, olyat fogok robbanni, és ez megtörtént. De még nem adtam ki a durvaságnak minden fokát, úgyhogy... ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, és aki először volt itt, annak ezer bocs, aki meg már régóta itt van, az lehet, hogy tudja már, hogy milyen állat vagyok, de tőle is ezer bocs. Ez vagyok én. Na már most, ha még ugyan a csatornán, és ugye még ha szeretnél ilyen hülyeségeket látni tőlem, és nem riadtál meg, akkor ne habozz nyomni egy lájkot, illetve egy feliratkozást. Persze csak akkor, ha akarsz több videót látni, és ugye mellé a kis csengőt, mert ugye akkor jelez a YouTube, hogy
igazából bármilyen videót felraktam erre a csodás csatornára, és most ideges lettem. Az első, egyik. A másik, meg fogom próbálni kontrollerrel, majd a következő epizódnál. Igen. Illetve mit mondjak még? Megyek és felrugok valakit. Nem tudom. Lépcsőházba. Felem szembe jön azt dér. Ennyi. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál és hogy megnézted. Remélem tetszett. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot. Ha nem tetszett, hát akkor igen. Ezer sorry érte, és hát ott a dislike-om, úgyhogy ott a véleményed. Nem gátollak, de látom, ha megnyomod a dislike-omod. Csak szólok. És tudom, hol laksz. És ennyi lett volna. És megyek. Sziasztok!